Na, oké. Okay. Sziasztok, sziasztok, itt Miharu és... Nézek ki, mint ami ráncos vénasz. Vagy nem? Hát nem tudom, valami hasonló. Na! Hát mindenkit üdvözlök szépen ezen a csodálatos játékban. Amit én nem nagyon szeretek, de hát ez nem kívánság műsor, ugye? Természetesen. Úgyhogy ez van. Ez van, Sprite. Na, ezt kell szeretni. Úgyhogy mindjárt töltöm be a játékot. De már halljátok a lihegést. Úgyhogy... jön valami, akkor így rányomom a dolgokat. Na, tehát, nem tudom, hogy hol voltunk az előző részben, mert már nagyon rég nem volt. Mi? Na, mitől lett ilyen sötét? Na, miért rohantam én ide be? Mit? Egyébként nem lett volna rossz, ha mondjuk egyébként, csak így tanács magamnak, hogy itt a szuka, valahol, hogy igazából megnéztem volna az előző, de nincs térkép tényleg. Azt meg kell nyitni. Meg kellett volna néznem az előző részt. De az előző részben az volt, vagy ahogy azt tudom, hogy nagyon nagy hatással volt rám a padlás. Úgyhogy... és igazából nem tudom, hogy... ez mitől ilyen sötét? Ez eddig is ilyen sötét volt? A faszt volt ilyen... bocsánat. Ez nem volt ilyen sötét. Mert... emlékszem... hogy... azt csináltam... hogy... hogy... mit csináltam? Hogy az előző videókba igen, ezt kinyitottam. Ó. Hát. Utcandári. Tehát az előző videóban, ugye fönt voltam a padláson, és most nem értem. És ott duhajkodtam azzal a démonnal. Itt van egy csomó izélem. Ott duhajkodtam a démonnal, akit bezártam abba a csodálatba. Aki itt állt. De már nem áll itt. Ugye, mert elzártam. És akkor... aztán... őszintén szólva, fingom nincs. De, amúgy, ha értelmes emberek lennénk, kibasznánk az ablakot. De mindegy. Tudom, írtátok a nem is tudom melyik videóba alá, az egyik kommentelő írta, hogy attól horror játék, hogy nincs benne logika.
Nem feltétlen, de igen. Mert inkább észszerűség nincs, abból a szempontból, hogy nincsen valósághoz viszonyulása. Tehát, hogy fognám ezt a babát, csapnám ki az ablakot, az szevasz. Ha lazán összeraknék itt valami cuccos, azt már mennék innen Isten hírével, de ugye nyilván nekünk ezt ugye fel kell fedezni, tehát arról szól a játék, hogy... Nagyon fáj a karom. Nagyon fáj a karom! Jó vagyok. De néha, nem mindig, amúgy. Csak néha fáj. Igen, amúgy befestettem a hajamat szürkére. Csókolom. Nem tudom. Amúgy. Hogy most mi van. Hova kéne menni? Őszintén. Felkészülök a T betűvel. Hogy... felkészülök. Mi volt az? Újra fog merülni. Jó, telefont feltettem tölteni. Nem tudom. Most a kérdés, hogy most menjünk vissza az emeletre. Nem tudom miért, nem látom értelmét, hogy igen, de oké. De visszamegyünk, ha úgy van. Amúgy az a durva, hogy ez a, még a... nincsen jól optimalizálva ez a játék. Még így se. 30-80-as kártyával. Ezt láttátok? Ezt láttátok, ezt a villanást? Beszarok. Na! Ugye újra itt vagyunk. Ja, most azért... terror módban vagyok, tehát a legnehezebb. Úgyhogy... egyszer újra kezdtem a rettegés módba, hogy akkor van térkép, meg minden. De... most már nyugodtan közlekedhetünk, mert már nincs itt ez a redvadék. Ma bezártam. Most nagyon remélem. Hogy nem jön ki onnan, mert kapok szívgörcsöt, vagy kettőt. Akkor tuti kilépek, csak szólok. Te bit, te! Jól vagyok. Csak a telefonomra jönnek ezek a csodás értesítések. Rezeger, és így még hangja is van, így nem hallom a fülestől. De így meg igen, érted? Emléletleg bezártam. Ezeket a sziszenéseket azóta se kedveltem meg. De miért suttogok? Szóval... tehát itt tartottuk, hogy itt kimentünk. Ugye? Na. Visszacsukjuk. Már hogy biztonságosabb. Na. Igen, ott serceg bent. És akkor itt még tevékenykedtünk azon a részen. Voltak különböző dolgok, ezt viszont megcsináltam. Ó, itt is elmentettem. Nagyon szuper. Na, akkor itt elmentjük. Na, már átértünk. És akkor, ugye itt voltam bent, csak most visszaszedem az emlékeket nagyjából, hogy mi a szituáció. Igen. Igen. Csak nem tudom, tehát így...
Ezért vannak itt ilyen problémáim. De amúgy jól vagyok. És akkor... itt mentünk le. Ja, túloldott van a kapcsoló. Szedem vissza az emlékeket, hogy most... most mert ugye nem adtam pontot a játék, hogy most mi a... tevenyereg van. Amúgy. És akkor... most lemegyek, akkor hol megyek? Ja! Hogy itt a padlás. Aha. Vagy a... izé. Gondolkozom. Mert nem hiába rak le itt a játék. Itt valamit csinálni kell, de mit? Innen jöttem, mentem egy kört. Jó, hát valószínűleg itt lemegyünk. És akkor innen, nem innen, ez a szoba. De innen, itt kell valamit csinálni. Milyen fasz. Minek kellett ilyen házat építeni egyáltalán? Őszintén kérdezem. Őszintén. Mert most akkor nem az emelet a lényeg. Tehát ez a lényeg, hogy itt kijöttünk. De mi a faszt kell csinálni? Bocsánat. Jó, hát... jó. Jó van már, ne fog merülni. Felszedhettem volna ott a dolgokat. De valami itt lényeg. Őszintén, nem tudom. Mert amúgy, egyébként, csak szólok, hogy ezeket szerintem ki lehet nyitni, ezeket az ajtószerűségeket. Meg azt. Mert ez egy ajtó. De ez nem hiába van itt. Amúgy, szerintem. Mindegy, hát. Ne is lássak véletlenül se. Olyan sötét van, mint az állat. Ez csak egy szoba. De itt is van valami, hát nem hiszem el, hogy nincsen. Ez mind kamu. De nincs, persze. Fasz, nincs. Hát akarnak-e ez engem csapni? Jó, hát... jó. Vagyunk ezen az ajtón. És visszajöttünk oda, ahol voltunk. Mert amúgy ez... itt kezdtük el. Innen kezdtük az előbb. 10 perccel ezelőtt. Valahol akkor itt lesz a megoldás. Nem vagyunk beszarik. Csak olyan az a szar. Kap olyat, hogy nyulat fog. Lehet, hogy akkor le kell menni, nem? Minden esetre kutak... hát de innen gyűjtem! Ki van nyitva az ajtó? Amúgy most gondolkozok amúgy, tehát hogy most hol a tevenyerekbe kéne menni, amúgy nem tudom. Csóri fönt van a padláson, be van zárva. Az addig egész királyság. Na ne szó! Hát nem tudom. Nem, még beakad a játék amúgy. Megakad.
Nem tudok ennél többet tenni érte. 38 van videókártyával, 32 gigarammal. I7-es 8000-es, majdnem 9000-es proci. 8007-es. Nem tudok vele többet kezdeni. Nincs optimalizálva, csóri. Megint mindjárt le fog merülni az elem. Ja igen, ez a... izé. Jó, hát... hát nem tudom. Baszott ez a ház. Őszintén szóval tényleg nem tudom. Tehát... Na van akkor. Nagyon fáj a karom megint. Ó, baszki, hát szereznem kell elemeket, mert ez így... Az így nem baj. Ez nagyon csúnya lesz, ha nem lesz elemem. De mondom, az se kizárt, hogy le kell menni a földszintre. Ami bizgálja muzikámat. Megint fáj a jobb karom. Áh! Beragadt. Persze, hogy beragadt meg a... Úgy rúgnám be páros lába, hogy be van ragadva. Jó, hát akkor ennek még nem itt van a helye. De sokkal világosabb ezen a, ezén a felvételen. Most, hogy a másik monitoron. Baszki, hát majdnem infarktusom lett! Megjelenik ott a sarokba. Mint egy paukháló. Hallod? Ma nem letépedett az arcizmom. Csóri. Bejövök ide, míg elmegy. Azt! Tá! Addig megkeresem a... Addig kicsit beszélgetek hozzátok. Meg, addig megkeresem a izét. Nem azt mondja, hogy Dark Occult térkép. Na! Meg is van, természetesen. Conjuring House térkép. Hát igen, na! Ez kell nekem ittene. Nagyon szépséges térkép, és itt a... Itt, ahol van a kamera... Acceptoljuk. Tudok is keresni. Így. Ó, nagyon szuper lesz. Várjátok, viszont meg a játékba. Itt láthatjátok, és nem tudok kijönni. Nem. De így igen. Oké, nagyon jó, és nem kell kilépni a játékba. Valamint, hogy lerakni az asztalra, és akkor van hangja. Jó, hát akkor nézzük. Most a... Hol vagyok? Ground floor. Kripta kulcs. Te parancsolod? Ha parancsol, elmenj már. Most picibe is van. Rá kéne nagyítani. Ó, szuper! Ah, úgy nagy rányítottam, hallod a Google-be, hogy meghalsz. Meghaltok, olyan jó. Nem viccelek. Na jó. Tehát most... Itt herceg nekünk az a leányzó. Big hole. Nagy luk. Milyen big hole? Az mi? Nézzünk, mink van. Azt mondja... Keresd meg a voodoo talizmánokat. Köszönjük szépen. Keresd meg a titokzatos kulcsot.
Keresd meg az öt erekjét, abból kettő már megvan az ötből, nagyon csodás vagyok. Megtalált vudu talizmánok 5/6, szóval az is egész jól állunk. Padlás kulcs megtalálva, kígyótartó kulcs, igen, bak. De várjál, van nekünk egy olyanunk ott, hogy oda bemennünk, oda egy kaprikon kell, az pedig a kos. Nem? Én vagyok vagy az a bak? Tudásom! Na, Mária, már. Jó, le fogok merülni, nem mondod. Mindig lemerülök. 19%. Gucci. Na mindegy. Meg kell fordítani. Az a bak. Mondom én. Jó, van. Az egy bak. A bak kulcsa lehet oda bevenni nekem, de nekem van bak kulcsom. Medál 5/5, megtalált szarv 2/2, emelő, és emlőrúdnak olvastam az emelőrudat, jó, okay, ügyesek. Vízöntő, szűz kulcs, nyilas, oroszlán is megvan. Az ikrek, mérleg, rák, halak. Akkor itt már majd egy csomó minden megvan. Ládik a kulcs, ládik a kulcsom is van. Annyi mindenem van, megőrülsz. Kígyótartó kulcs, hát itt kulcs hátán van. Tehát, ott vannak még a számzárok is, ott van 0, 7, 8. A számzár kód száma first number, 1, ja 1, 1, 0, 7, 8. Az is, skorpió kulcs, kos kulcs, minden, nekem alad a kosbak, mindenem van, érted? Akkor oda el fogunk menni. De most hol vagyunk? Várjál, mert most megijedtem, ezért bejöttem egy ilyen kis szobács. Ja, itt vagyok, tudom. Na, most kimegyek, elmegyek balra, aztán megint balra. Aztán egyenesen elmegyek az oroszlán kulcsom. Van oroszlán kulcsom? Van, szuper. Oroszlán ajtóba bemegyek. Ott van egy luk, ott meg egy másik luk, és akkor ott kiugodok a bal lukba. Oké, hát megbeszéltük. Na, lukakon keresztül fog menni. Na! A szukinyó előjön, megcsapom. Na, itt elmegyek balra. Hallod, úgy megijedtem ezektől a csótányoktól, mondom, mi az Isten? Így hirtelen éhes lettem tőlük. Na, balra, aztán megint balra. Aztán itt egyenesen. Baszki, megijedtem. Rossz fele jöttem. Ha, nem is így néz ki ez a térkép, ahova nekem menni kéne. Engem átvertek. Az volt az egyes, igen. Az ajtó beragadna, jó nyal... Nem értem. Hát de... Nem értem. Megmutatom nektek, mit nem értek. Várjatok. Ez csak én voltam. Látjátok? Nem látjátok. Na, tehát mutom, itt voltunk, kijöttem, elmentem balra, aztán láttok megint balra, jöttem végig, aztán a, jaj, most itt vagyok, várja, elnéztem, akkor itt még tovább kellett volna menni, nekem egy, ja, bocsánat, ide, na, itt jöttem ki, nézd, így, balra, jöttem tovább így, ide mentem be véletlen. Basszus. Jó, van akkor nekem ez kell, a Leo. Mert ide akarok, a nagy lukhoz akarok. Nem tudom, ez a nagy luk. De... Értitek, mit akarok? Na, értsétek, mert én értem. Tűnj el innen. Jó, van ma. Elnéztem az ajtót.
De nem is kéne lenni ajtónak. Én már át vagyok verve. Ez szerintem ez kamu. Most... Honnan? Most... Ez az oroszlán. A szem. Elmegyek balra. Hűha! Itt el lehet menteni? Hát el is mentjük. Itt akkor valami súlyos dolog van, mert általában itt nem lehet menteni, hogyha nincs itt ilyen izé ajtó. Na most itt... A térkép ez nem volt beragadt. Persze, hogy beragadt. Itt ez nem megbízható, ez a térkép. Amúgy. Nem is így... Nem itt kéne ennek... Anyádat. Kinyitottam az ajtót. Itt a luk! Itt a luk! Én vagyok az apád. Ja, Istenem, mamma mia, most nekem itten... Hát mit kell csinálni, nehogy leessünk. Genyó. Fú, te. Hallod? Húm! Milyen hasa van a csávónak? Nem lehetek a vérfortót, olyan izé, de... Hát olyan... Anyádat, megijedtem. Azért itt, ezért itt fogyózni kéne. Itt azért. Itt azért. Ó. Nem tudom, mi történik, hát én sem. A ház napról napra egyre furcsábbá és sötétebbé válik. Hát, az asszony tett róla. Oké, mindig tudjuk ugye, aki megvette öreg emberke, de a gazdag csávó, annak a nője az Zetkinson feleség. Mrs. Atkinson megőrült. Csinált ilyen izét, Halloween-i partikat, meg ilyenek, aztán egy kis vuduzásba temetkezett. Na nézzük. Úgy érzem, hogy a feleségem többé már nem ugyanaz a nő. Hát igen, a pénz és a vagyon. Biztos vagyok benne, hogy egy szörnyű titkot rejteget. Az igen. Egyébként, valami összezavar. Azt mondogatja, hogy menjek le a földszintre, de ugyanakkor egy másik dolog visszahúz engem az ágyba. Kezdek megőrülni. Kivéve azt, hogy az állapotom ellenére úgy döntöttem, hogy ma este lemegyek az alaksorba. Tudnom kell, hogy mit művel a feleségem, és azok a furcsa emberek. Oldwin Atkinson. Hát, én nem akarnám... te. Én nem akarnám ezt tudni. És akkor most mi van ilyenkor? Őszintén. Ez nagyon szép. Most mi van? Jó, Istenem! Baszki, 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 baszki! Baszki. Jó van. Na, hogy te törd nekem a lábadat, aztán... Ó, te. Redvadék. Na, bocsáss meg. Mi a fipa, basz. Vedd már elő. Úgy. Jó Isten, mamma, mi a szent Jóska? Az a kis egér.
És ül a csávó, érted? Azért kapcsolom, hogy ne fogjon el. Úgyis van hangja, mikor jön. Ott van hátul. Sem tud megmozdulni a csávó, vagy mi van? Patkány. Meddig tart ez még? Őszintén. És komolyan mondom. Vedd már fel az elemet. Pincekulcsot kell keresni. Természetesen. Hát, egyértelmű volt. Kripta kulcsot is keresni kell. Hát... Anyád hogy van? Tehát, hogy őszintén. Jó, itt legalább... what? Még kell tesz nekem itt el? Ez mi? Baba bal lába. Milyen baba? Milyen baba?
Nem baba. Én nem akarok babákat összerakni, hát adjál már. Most őszintén. Mi volt ez? Milyen elemet vettem föl, testvérem? Meg milyen baba? Meg... Micsoda? Tessék? Ez is egy olyanok, hogyha nem figyelünk rájuk, akkor megbasznak, vagy... Ott van valami láb. Ja, hogy egyszer csak egyet tudok fölvenni? És akkor azt hova kéne rakni? Úgy őszintén. Ne szórakozzunk már. Nem. Most... Azt tudom, hogy már hol vagyok amúgy. Nem tudom. Ja, hogy ehhez kell, ehhez kellenek a lábak, kezek, fejek. Bal karja. Jó. Most akkor ehhez... Ott maradjál. Nem bízok én bennetek? Mert itt ti is itt járkálóztok meg ilyenek. Ott maradjatok, légy szíves. Mert hallod, rám jöttök, én nem tudom mit csinálni. Ezeknek csak, ezeket fel kell itt. Annak sincs karja. Akkor ezeket kell fel... upgrade-elnem, úgymond, vagy mi a... Megint egy balkar. Jó, itt lesz egy izé. Ez a rész már helyre van állítva. Ja! És azt mondom, hogy... Na várjátok, a képek alapján kellene esetleg szerintem. Igen! Aha. Egyennek ez egyenes kéz kell. És akkor ez egy, kell még egy ugyanolyan, meg még egy bigyóka. Aha, jó, értem. Jó, értem. Értem. Jó, akkor kell még lábak, meg fejek, meg... Anyám se tudja, baszd ki. De valahogy be kéne jutni, de hogy... Túloldalról kéne. Babák. Jaj, de jó, akartam is kérni, hogy... Na, ezek azok. Vagy mi? Nem.
Jaj, basszus, megijesztettél. Menj már innen, légy szíves. Te rámozod a szívgörcsöt, azt akkor... Most őszintén. Ja, nem ez az. Sötét pince, gyertyák és ördögje, az ördögjelei. Nem és. Sötét, ördögjelei. És azok a furcsa emberek félelmetes maszkokban, köpenyekben és feleségem és a feleségem előttük lágy hangokon varázslatokat mormoltak, furcsa könyveket és olyan tárgyakat adottak, amelyeket még soha nem láttam a korábban. Mi volt ez? Kérdeztem magamtól, amikor megláttam, hogy egy valódi véráztatta emberi holttest van a közepén. Emberket áldoztak fel, ők egy sátán és a szekta, ezért tűnnek el az emberek? Bárcsak felébredhetnék ebből a rémálomból. Ahogy én ezt érzem én is. Csukd be! Adj. Eddig jó vagyok. Szerintem. Megvárok, hogy még elmegy a nőszi. Egy percet. Mert akkor az úgy addig jó. Akkor azt mondja, hogy kell még nekem egy... nekem kell még láb. Kell még egy másik kéz, meg kell még fej. Bármennyire is. Itt a nő. Bármennyire is nem akarom. Mindig csak csipog. Na. Itt van még. De más színű elemet vettem föl, nem pirosat, hanem zöldet. Az nem jelent semmit? Vajon? Nem tudom. Nem tudom. Na mindegy. Ki kell menni. Mácsoroghatunk itt. Ja. Mi a pince kulcs kell, ja. Igen. Igen, kell fej, meg egy láb. Nem, kell egy fej, meg egy kéz, egy láb és két kéz. Tehát három kéz, fej, láb, három kéz, fej, láb, három kéz, fej, láb, három kéz, fej, láb. Ja, nem. Három kéz, fej, láb, három kéz, fej, láb. Ez nagyon nem igazságos amúgy. Ugye egy terror módba játszok, az más... Láttam más youtuber streamerizék, lófasz nem játszanak. Még a terror ugye én terror módban vagyok. Az a legkeményebb, azt... Mások meg... Még rettegés módba se bírják. Azt én mit mondjuk akkor? Egyébként ez is nem is értem, realitásszerűen bemennék oda egyből a csá, de amúgy ez pedig a izé része. Szerintem a kulcs mögötti rész lesz, ahol nem tudok bemenni. Úgyhogy szerintem a kulcs az valahol már nem tetszik a babás. Baba bal karja. Jó van. Itt lesz majd kettő izébigyó.
Ne. Ne, át tudtam jönni. De jó. Az tök jó. Na de. Tessék nyugton maradni, babák, jó? Légyetek olyan kedvesek, maradok nyugton. Ne. Ó, Istenem. Mit kell itt színészkedni? Aha. Jó. Itt a második kéz. Majd oda is bemegyünk. Amit nagyon nem akarok. Tehát muszáj lesz. Tehát ez nem kívánság műsor, úgy szerintem. És ezek elől is menekülni kell amúgy. Ja. Ez már helyre van állítva. Akkor ő... Szar kezet hoztam el. Ne baszd már. Jó van akkor. Hogy ez volt az. Ez is egy balkar. De csak ilyen balkarokat találok. De nekem nem balkar kéne, hanem a izé. Jobb kar. Ez direkt így csinálták meg, ez nem csodálatos. Jó van. Jó, hát szart hoztam el megint. Pedig már kezdtem örülni. Á, kezdtem örülni egyébként, hogy tök egyszerű dolgom lesz ezt a... nagy lószart. A nagy lószart esti fénnyel. Úristen. De tényleg ennek a nőnek mi baja volt amúgy? Őszintén. Majdnem itt kaptam szívinfarktus gö... Na. Teljesen természetes. Kerget az adetek. Amúgy. Babák hullanak az égből. Mozognak a izék, a triciklik? Hát ki van a fasza az embernek? Már ha van. Nekem most én növesztek ezért. Ilyen mini babák is vannak minden feléje. Azt kapjuk az, az akkor legyek mentális egészségű. Jó van akkor. Legyek mentális a nép. Meg a faszom. Már bocsánat. Na. Nem. Hallod? Álljál vigyázba! Ne. Nem. Most miért kell ezt csinálni? Mindegyik rám nézett. Halló? Nem? Hol Dedi? Nem, Dedi?
Nincs, Dedi! Dedi! A gyebikén! Hon vagy? Ja, ott vagy. Halljál már meg! Jó napot, hölgyeim! Én csak azt a lábat szeretném elkérni. Na. Pukkadj már! Jó, legalább egy lábam van. Fű, te. Megvagytok figyelve? Az anyátok keservit. Te is ott lent, te szaros. Utálom ezt a játékot még mindig. Ott a fej. Ne már! Fű, te! Gyűlölök. Itt is egy kéz. Hát én gyűlölök itt lenni. Hát én gyűlölök itt lenni. Még itt egy kar. Tehát ez egy... Ez egy... Ráadásul bal kar, ami kellene. Hát ez gyűlölöm ezt a helyet. Jó van. Az egész játékot gyűlölöm. Gyűlölöm nektek. Miattatok játszom. Csak miattatok. Ezt kapok szívinfarktus görcsöt, meg izét. Meg mentális összeroppanás, de nem baj. Senkit nem érdekel. Ment az én mentális összeroppanás. Na! Álljunk meg! Mindenki meg van figyelgetve. Az én mentális egészségem senkit nem érdekel. Azt abba tisztában vagyok. Na. Mi? Jó, de ez már jó. Akkor már csak egy bal kéz kellene. Ilyen izésen. Meg egy fej. Meg egy másik ilyen. Jó. De hogy hol a francba volt, hogy nincs is térképem. Nem erre, most gondolkozásba estem. Jó napot kívánok! Szerintem nem ez lesz az. Vagy én már nem tudom. Mert ez egy... Balkar, az nem jó. Ó, genyó. Jó napot! Hölgyeim! Baba fej, így van. Na. Jó, és akkor? És miért jó nekem, hogyha összerakom a baba fejeket, kezeket, lábakat? Nem értem. A lényeget, hogy ez miért jó. Amúgy. Jó, és akkor két darab bal... jobb kéz kell, bocsánat. Két darab jobb kéz. Már felvettem mindent? Nem. Ez egy jobb kar. Meg itt is, ez is egy. Ez is egy jobb kar. De én most ezt veszem föl, mert szerintem ez az izé lesz.
Azért majd visszajövünk. Nem. Nem ez kellett volna. Nem az a jó kar. Jó. Másik kar kell. Kérdés, hogy... hogy... hogy ez a kar, amit itt hagytam, az jó-e egyáltalán? Mert hogy fogja berakni? Nem tudom. Van még helység, tehát... amúgy. Tehát nem kell aggódni. Na, örömünkre, ugyebár. Ott arra nem voltam. Azt hiszem. És... nem. Így van. És akkor kéne még egy kar. Láj, nézzük azokat a lábakat. Egy hátul, egy elől, oké. Okay. De itt a lábstem stimmel. Mert... szerintem itt is a lábak nem stimmelnek itt. De csak egy lábat találtam, azt meg ide raktam. Tehát... nem baj, szerzünk még egy kart. Nem tudom minek, amint hogy mi értelme lesz ennek, de... neki csak megmondja nekem. Jó napot, hölgyek! Na már most... jó napot kívánok. Jó napot. Ne haragudjon már meg, de... ne haragudjanak már meg, de... szereztem egy jobb kart. Bocsássanak meg nekem. De... be vagyok szarva. Úgy kell pisilni. Úgy kell pisilni! Ja, Istenem, nem akarom. Miért jöttem én ide, hallod? Minek? Jaj, hölgyeim! Hölgyek! Jó napot! Jó napot! Ne bántsanak, hölgyeim! Ne, itt egy baba. Hello. Egyen meg, de szép vagy. Nem tudom, hogy ez most...
Zitrendben van. És kell még egy? Igen, mert az a kar nem jó. Ez a kettőt már, azt a kettő szélsőt mert jól megcsináltam. Hallod? Nem hiszem el. Gyerekek. Legyen olyan szíves, takarodj anyádba. Na, menjél, már nem látok. Takarodj, menjél, mert... Menni akartam menteni a játékot, erre itt bevillan az arcomba. Nem hiszem el ezt a nőt. Ezt a nőt is már... Egész jól haladunk. Tehát ebbe az egy órában... Az elején szerintem egy tizen pár percet, ott még elszenvedtem a dolgokkal, meg az esemény, hogy merre, hogy merre, hány méter. De amúgy egész jó belejöttem, nem? Most őszintén. Szerintem, hogy az egy órában most benne vagyunk, tehát majd folytatom egyébként a bal... Most várjál, most van egy balkarom. Egy rossz balkarom van. És ezt kell majd még lecserélni egy másikra. De még majd jobban. Nem tudom már hol... Na most várjatok egy pillanatot. Ground floor, az nem a gland floor. Gland... Nem, érted. Értitek? Na, értitek. Mindegy. Ja, igen. Aha, itt van. Itt van a izé. Megtaláltam a babáknak az izéjét. Nekem a középsőnek kéne a karja. Melyik? A jobb karja. Jobb karja kéne nekem, azt hiszem. Az MR2 kéne. Mit látok itt valamit? Jó össze-vissza vannak őszintén. Elrakva. Nekem egy jobb kar kell. Szerintem az nem jó, mert most így áll a... Érted? Így, valahogy így. De nagyon menő. És akkor... És a jobb kar nem stimmel. Úgyhogy... Ja. Right, azt mondja, sima MR és MR2. Azt megtaláltam. Az MR2 meg a másik oldalt van. Azt még lehet megnézem. Most itt látok itt egy izét. Nem bír magával ez a nőszemély. Engem basztat itt. Lenne jobb dolgom is. Ez is egy jobb kar.
Most csak így... Ott hagytam egyet. Nem tudom, ezt próbáltam-e már. Nekem itt serceg. Francokat, nekem egy bal kar kell. Most ott eszembe, bal. Bal, bal. Akkor rosszat néztem. Right. MRL. Ajjaj. ML. ML. Kettő, meg egy sima ML. Ajaj. Jobban rá kéne közelíteni. A képre nem tudok jobban. Képet megnyitom egy új lapon. Ó, itt már rá tudtam közelíteni, jó? Ó, szuper. Ó, gyerekeket. Olyan csodás ez. MH. MH. Van olyan. Ez is olyan. Oké. Most hol vagyok? Most itt vagyok. Az egy bal kar. Hát ez nem az. Meg ezek a lábak se jók szerintem. Na mindegy. Őszintén. Pasz meg, megijedtem. Nem azt akartam levenni. Ez sem, mert ez egyenes. Most várjál, nézem, hogy hol vagyok. Na, amúgy őszintén fingom sincs. Nem bír magával. Fű, gyerekek, ha tudnám, hogy hol vagyok. Jó napot kívánok! Itt volt a fej. Na várjátok, lehet, hogy a stámpont. Mert... vagy nem? Mert ez a, itt nem, térkép nem ér, hogy hol van a fej. Mi
hát nincs más. Keresni kell, hát. Igen, itt esett rám az Atya Úristen, kaptam majdnem szívinfarktus görcsöt. Majd ez a hely, nagyjából tudom hol van. Itt nézünk, itt... nem akartam zavarni, csak... ez egy bal kar. Azt kell nekem amúgy. Amúgy őszintén... nem tudom, hogy itt... még kell engem itt bántani. Fú, te. Jó. Megvan egy voodoo talizmán. Eddig fasza. Most ezt a voodoo talizmánt, azt tudom, hogy... mi volt ez? N. Szemrevételezi. Ah, jaj, mennyi mindenem van. Hát, igen. Ez csodálatos. Sose volt ilyen jó. Megint jön az a lúvnyadék. De mindig jön, értitek? Mindig! Sose annyi, hogy mázlim, hogy gyűjtöttem ilyen genyót. Nem bír magával ez se. Szóval ezeket el kell égetni. Azért van itt ez. Ugye? Mi? Most le lehet menni a pincébe? Mármint, hogy ott most is a susnyába vagyunk, de... értitek? Persze. Hát ezt most elmentjük. Le lehet menni ott, ahova a démont... vagy ahol alapból a démont találtuk. Egyébként. És... és ja. Uff, na jó, hát azt majd a következőre legalábbis befejeztük. Fél, megvan a 6x6 voodoo talizmán. Nézzük csak. Itt van. Ezt megtaláltuk, elégettük. És akkor figyelj. Ott oldalt írja is, mint láthatjátok, hogy ott megtaláltuk a tanítanak 6x6. Úgyhogy az egyik erekje, az pedig, hogy is van, jegyzetek, ez a jegyzetek, bocs, így is mutathattam volna. Tehát 6x6-os a voodoo talizmán. Úgyhogy azt viszont tök jó. Ez is 5x5 medál. Már kezdünk a végéhez érni, úgy látom. Dokumentumok, hát azt is felszedtem egy párat. Fényképpel. De van valahol egy könyvünk is, nem? Á, a viszketa. Mondjuk elhagyta a házad, nem tudom, hogy veszhetni őket. Ez a ház méltó a hírnevéhez, megpróbáltam hazudni önmagamnak filmen kívül hagyni a tanulságot, de ilyen sem kellettem, hogy ez a ház valóban kísértet járta. Igen, ez vette meg a házat.
Amikor meghalt a Atkinson, meg a felesége meghalt, ugye nyilván nem volt örökösük, vagy valami, vagy hogyha volt, tök mindegy, eladták ugye a házat, és akkor Dwight Shaw-nak, neki. Dwightnak, és fel akart újítani. Azt ennyi. De volt egy könyv, azt felvettük. Hol az a könyv? Ez az. Na. De... nem lehet kinyitni. Ebbe volt beleírva, hogy emlékeztek, vagy ha emlékeztek, hogy mennyi mindent kell összeszedni, és le volt írva, hogy mi mennyibe kerül, meg ilyenek. Nem értem. Jó van akkor. Furcsa kép. Zseblámpa elem. Irodai kép. Na mindegy. Fiúk, lányok, innen fogom folytatni a következő epizódot. Úgyhogy már szerintem közel járunk a... Talán közel a vége felé. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, meg azt, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. És aztán következő héten jövöknek a következő része. Nekem most nagyon izgalmassá vált a játék. Úgyhogy ez tetszik. Szerintem lesz egy olyan, hogy leszedem az összes részt majd, és lesz egy összevágás, amit majd felcsapok YouTube-ra, és akkor úgy fogja elérni a nagy közönség. Igen. És... mert akkor ti így látjátok darabokba, és nyilván ti is meg fogjátok tudni nézni egybe az egészet. Szerintem az lesz a legjobb. Egyik legjobb. Ja. Vagy ott is darabokba fogom feltenni aztán egybe. Nem tudom, mindegy, de én szerintem az összevágás az egy nagyon jó dolog. Habár nagyon sok-sok órát elbasztam azt, hogy féltem, mint az állat, de most már egész jól belejöttem fogjukra. Úgyhogy én tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép napot nektek, estét, reggelt, ahol mikor nézitek. Találkozunk következő héten is. Sziasztok!